Micsoda izgalmak, kérem szépen. Egy-eggyel fogjuk folytatni a mérkőzést, ahol hát a híróik egy heroikus küzdelemben tulajdonképpen itt a Dust 2-n, hát végül is alul maradt, pedig lehetőségük lett volna befejezni a mérkőzést, de OT-ra mentette a Navi, és ezt követően az OT-t pedig 16-14-re, szinte nem úgy szorosan, de meg tudták nyerni Alexi B-jék, és hát most megy a fogadkozás, láttuk itt most az összeborulást, egy csapat kiáltás, és aztán nem tudom, közben valamit hallottam a fülemre, csak annyira jó, amikor a Beszi. Ja, bocsánat. Olyannyira jó, amikor két tagbarát beszél egyszerre. Ja. Nézzük, nem hallják a másik tagbarátot, aki Pete. De itt arról volt szó, hogyha ez elmegy 6 OT-re a Liton szerint, a harmadik pálya, akkor az OT-t azt majd mondja meg a kedves közönség, hogy igen, hogy mikor ugrik be Pete, mert álljátok ugyanolyan hangja, mint nekem. Szerintem nem állítólag, hanem szó szerint. Ja, szó szerint. Hát akkor bármikor meg be tud ugrani, de én veszem fel a pénzt, persze. Ja, az kemény. Jaj, hát akkor én nem maradok OT-n is, de hát azért remélem, hogy itt most már annyira nem lesz kiélezett. Már csak azért sem, mert most szerintem a Navi mentális előnyben is van. Bár ahogyan megtalálták azért ezt a mentált a bukott Ancient után, most a híróik ugyanúgy újra tudja programozni akár a saját magát, illetve a fejeket, és megnyomhatták azt a reset gombot, amit a Navi is megtett. És lehet, hogy nagyon szoros mirást látunk, amire azért van esély, mert hiába jó pályája ugye a Navinak, de hát olyan Scorchot idézem, vagy nagyon sok Caster társam, mert az egyik olyan pálya a mappoolból, amit majd mindenki tud játszani, és azért tudnak. Ez a két csapat tud szoros meccset játszani ezen a pályán. Úgyhogy akkor érkezik Heroic. Valószínűleg Heroic nyerte a késkört szerintem, mert CT oldalt én azt gondolom, hogy ők választották. És Navi pedig akkor támadni fog, és egy áltámadást vezetnek be. Igen, viszont kaptak maguk elé egy füstöt, ez egy kicsit delay-elni fogja az ellenfeleket, a snörcek meg is pedig tud segíteni abban, hogy a többieknek rakóról segítsen. Sus is behúz egyet, Dexter is egyet, de utána három trade érkezik a Navitól, pontosabban a kettő GL, Imi és GL által, hiszen GL előtte is lőtt még egyet, de bombával kimegy CT-re, ez nem biztos, hogy jó döntés, és ő is konstatálja, hogy ezt le kéne inkább rakni, hiszen az idő innentől nekik játszik, viszont két egyet szeretett volna a plantnek köszönhetően kialakítani a Heroic, és ez nem jött össze, hiszen végül Tessess elhullott, Kixen marad egyedül 1v2-ben, GL-ről tudja, hogy Lovos és Imének a pozíciója is ismert, Borgiát is látta most már, és megvan a második fej is! 1-0 a Heroicnak! És még a Molu is volt a CT-knél az afterplant, tehát a plantot követően, azért az komoly. Hát igen, ugye Bére számítottak, illetve valószínűleg a Bére rotáltát, és innen ott még megmaradt a Molotov. Mert kidobva a pira, úgyhogy nem voltam amúgy rossz az elképzelés, sőt, igazából jól csináltam mindkét csapat, sőt, Heroicnál nagyon úgy nézett sokáig, hogy még a plantik se juthatnak le, aztán ugye jött Timmy és GL, talán ők fegeltek két nagyon fontos, az azzal lett ugye egál, és aztán a 2v1-et lehozza Higson. Hát ez komoly. Bomba lekerült, és mivel ahogy te is említetted, illetve én is GL2-t is lőtti, nála belefért egy AK is. Emellett van még Galil, Dezi, Scout, és még utilitykből is azért van egy kevés. Túloldalon viszont vannak SMG-k, és az még problémás lehet az AK-val, a Galillal, vagy akár a Dezikkel szemben is. Ha Tessess viszont így lő, akkor az már nem számít. És ott van Nerc is, a másik M4-jel. Tessess pedig menne a harmadikra. Hát inkább vissza kéne vonulni, Wonderful, azért itt még ő veszélyes lehet. De a második ember, de lehet, hogy most már inkább valaki ordította, hogy ne menj ki, mert fölösleges. Főleg, hogy Tessess lovos. 2v4 alakul ki, Bit érkezik Loverből, vagy hát Underből pontosabban. Ujjjjjjjjjjjj, az tag. Tag viszont érdekes, hogy falon átjött és 39 HP-n maradt Nerds. Úgyhogy már alapból nem volt 100 HP-n. Közben mit keresi itt a füstön a lehetőséget, de nem találja. Nem adja, igen. Ez egy nagyon hálátlan pozíció, tehát ez a... Amikor te nem látod a CT-n a sorton álló játékos, de ő meg el tud téged fejelni. Mit történik itt? Uha. Hát az történik, hogy 4v1 van, és itt a bit helyében menteném azt. Ugye a következő körben mindenképpen elkúzni fognak majd a navisok, és akkor itt is nem ártana, hogyha lenne egy... Ugye van egy Kevó helmet,
jön az M1, és akkor esetleg arra lehetne valamit építeni. Meg hát a Dezit is tovább tudja dobni majd. Ha kihozza, már pedig ki fogja amúgy, mert a hírek nem fog erre rámenni szerintem. Ott van előttük a bomba. Négyen élik túl, vagy élhetik túl. Az még bőven jó nekik. Nézd meg, ha jól emlékszem, mind a három napon az első pisztolyos kört a híróik nyerte, utána pedig, hát eddig legalábbis kettőt meg, ha jól emlékszem, a Navi hozott, ugye vissza kellett mindig jönni, ugye 8-4-ről meg 9-3-ra, és ugye hozta a Navi az egy-egy pisztolykört, hát most sincs ez másképpen, tulajdonképpen a híróik hozza az első pisztolyosat, aztán ugye volt itt a Navi részéről force is, volt, hogy echoztak, most ugye megint force-oltak, legalábbis az eddigiek során, úgyhogy hát csak a szokásos, 2-0, és ugye azt hiszem Ancientem volt 4-0-ig, mert 4-0 után lett meg az első kör. Ott lehet, hogy az úriember már alszik. Mármint nem az apuka, hanem a... Nem. Fúriások meg, azt hittem hirtelen, annyira vártam Neymar, de nem. Nem ő. Csak a fúriások. Ja, hogy te azt hitted, hogy Neymar az. Így hirtelen, nem tudom, hogy valamire a baseball sapkás úriember így... Mint hogyha őt láttam volna. Ugye annyit beszéltünk már róla, hogy lehet, hogy a tiszteletét teszi majd itt. És szerintem itt lesz valahol, csak ez a meccs annyira nem érdekelte. Lehet annyira inkognitóban van, igen, hogy nem kapott VIP helyet, vagy nem kért. Mert azért ugye az EVC-n, ha nem hiszem, ott volt kint, azért ott ilyen... Mondjuk ott televe volt pár fotel a nézőtér, az ott a nézőtér, és ott könnyű volt kiszúrni. Na nézzük, Ime Dezivel, hát ugye a többiek is Dezivel, és aki ment a M4 bitnél. Ugye ráadás a Kevóval, tehát ő még azért tud valamit alkatni, hogyha akar, de... Egyelőre... Egyelőre inkább minden, illetve B-api-ban. Hoppá! Igen, ez egy jó timing. Mondjuk mit kapta a fejest közben itt túl sokat, nem fog tudni már kezdeni azzal az M4-jel, de a területet megnyitott a B-rakó irányába, és ez bőven jó. Hát így nem biztos, hogy tovább lesz az adva. Így nem. Nötszer egyébként nagyon látszik az, hogy egyébként tournament MVP-re megy, hiszen ő az egyik, és másik Tessess egyébként a heroik színeiből, aki rámehet erre. Hárma közben kiugrottak, nőszél ott van, és megvan az ész! Hát ezért megy ő az MVP-re akkor. Jó, hát mondják, hogy Echo kör ellen ugye nem, de azért ott volt egy M4. Ez nem Echo, ez Force volt. Igen, Force voltak? Kevús pisztolyos úri emberek voltak az M4 mellett. Akkor rosszul láttam, hogy emlékeztem. De akkor ez meg még rosszabb hír, hát igen, akkor már ezt a gondolatmenetet folytatva. Hát most sem lesz. Volt, bocsánat. Na, jó, köszönöm. Én hallottam akkor be. Hú, már azt hittem, hogy elég töltöttem a... Nem mondom már mennyit, hogy akkor már kész vége, most a bugyókat kezdtem, de nem. Ó, agresszív top, mint közben, de kikszár. Nem tudod egyet sem húzni, és sus is elrullik. Wonderful dupla. Nem tanultak a D2-s hibákból a srácok, ott is ugye jó pár kör maradt bent úgy, illetve került ugyan a Navi, szerintem is, ahogyan írták a csatán, hogy a korai agresszióval, hát igazából buktak, többet buktak, mint amennyit nyerhettek volna, vagy nyertek. Most ráadásul, oké, még egy ember, nem számít rá nőrc, hogy érkeznek a palaszból, és így megvan ászájt is, hát ezt a halóvát menteni kéne. Így van, amíg lehet menekülni, Dexter pedig kim van shorton, úgyhogy ő meg a VP-t. Na, hát akkor én szerintem ugye 4-0 után lett meg az első kör, D2-n menj, talán 5-6, valahogy 5 és 6-0 környékén, vagy 7-nél talán, 7-1-nél lett meg. Most jóval korábban, 3-0 után iratkozik föl a Navi. És most amúgy a játékosaik is, Alexi B is már viszonylag korán szereztem meg az első fregit, ugye JL volt talán az előző napon, aki hát talán így az 5-6-ig körig 0 freggel állt. Azt mondjuk kemény, hogy kapott egy fejest és 71 HP maradt, mondjuk ez valószínűleg falon keresztül volt akkor. Hát itt nem lesz mentett fegyver szerintem, mert imélye tökéletes, Jó. Tökéletes. Na, akkor bocsánat, Dexter, nem mondtam semmit. Dexter is ügyes. Így is jó. Ott a mentés. Ez mondjuk így nem rossz, ugye ki tudtak hozni így végül is. Itt el tudtak lőni kettő fegyvert a téktől. Nekik ugye maradt egy M4 meg egy VP. És pénz is. Igen. Valahogy akkor így lehet bukni. Kört. Hát ez még egy jó forgatókönyv, ha lehet azt mondani egy bukott körre, hogy jó forgatókönyv. Igen, és még Juti is amúgy egész jó, szép száma van. Pop Nerds megint agresszív tömegig kapja! Úristen, mi történt itt? Egyébként most a reakció még jó lehet, bár JL is, hogy kijött rámpán, ez így nagyon veszélyes.
Hát ha Schuster nem számít, akkor el fogja veszíteni a híreik az árakót, és onnantól kezdve ez így nagyon nehéz feladat lesz, és Schuster szerintem erre még, nem számít, erről még nem tud, nézi. Hogy Tetris környékén van már egy ellenféred a spalacból, és nem sokára érkezni fog egyébként egy ember. Ez így megint jól néz ki a Navinak. Aha! Vagy lehet, hogy mégse, Sus még életben, de most már Wonderful-tól érkezni kéne a trade-nak, így is van. 3-2, ez még amúgy nem hozhatatlan, bár lesz még ott kicsit füst. Kicsit, nem. A konnektort tartottam, ó. Nézd meg, ezt nem fogja Dexter hallani. De, most erre visszanéz. Ó, de gyönyörű volt. Hát ezt tesz, ezt nem fogja kihozni. Így is van. 3-2. De. Liton, nem értem, tehát D2-n is. Körök maradtak bent, most ráadásul egy körrel ezelőtt ugyanezért két játékosa. Az első 10 másodpercben, hogy legyen 15, elhullott. A napszemekben sokat lehet biztos látni. Egyszerűen ez a híróknak a stílusa. Hát jó, de ha valami nem megy, akkor azon nem tudunk. Hát tudnak változtatni. De nem akarnak. De fognak is. De viszont, hogyha egy csapatnak van egy adott stílusa egy napon, arra nehéz eltérni. Ilyen szinte meg. Ettől függetlenül egyébként nem rossz elképzelések. Annyi, hogy most egyszerűen a Navi tudja, hogy ez következik, és csak megülnek és várnak, de nem rossz maga az elképzelés, amit csinál a híraik. Tehát nem fejetlenül futnak ki, csak egyszerűen tudja a Navi, hogy mi fog következni. Tehát hogy közben már, oké. Meg volt a plant, és föltolták a CT-k midet, és ára pedig bementek rámpáról, egészen egyszerűen. Elvangult, amit elolvastam két üzenetet a chatről, és már vége van a körnek. De jó, mondjuk ez egy echo volt. A CT oldalról, úgyhogy 3-3. Visszajött a Navi. És nem meglepő, hogy ott van az első időkérés a híróiktól. Igen, most lesz majd valami váltás. Egyébként, ha már agresszív a stílusa a híreiknek, oké, nem jó, ezt aláírom, ebben abszolút igazad van, de simán lehetne ezt arra használni, hogy mondjuk más területeket is megpróbálnak elfoglalni ezzel, nem pedig csak közepet. Mert folyamatosan, amikor agresszív volt a híreik, akkor ezt középen tették meg. Hol is van? Húzol, amíg az elejét nem lát, mennyi voltam már a bolyában? Hát itt tele volt. Valószínűleg ez nem volt húzóra végig amúgy. Nem, igen. Na, de azért ne vegyük el a hölgynek az érdemét. Igen, szép momentumokat látunk itt azért a mérkőzésen kívül, és ezt tegyük hozzá. Hát Brazília nem az ott tolja meg önmagát, úgyhogy csak ennyit. Ennyit mondok. Na. Látod, hogy mi volt nem, ez? Nem, hát az timing shot. Azt úgy hívják, hogy timing shot. Arra számít. Jaj, Sus, akkor kapja el, de visszatudja a crosshair placement, nagyon jó volt. Még majdnem meglepem, hogy rámpálna. Ajaj, JL-re megint nem számítottak nagyon. JL-nek jól megy ez, jól tudja elcsukni ezeket az időzítéseket. 4v2, fejjel egyet, úgyhogy ezzel még visszajöhetnek. Ki lesz szorítva, nem? Csak sebezve lesz Dexter. Aki túl, az nem jó. Dexter az hiperagresszívben megint. És egy v1 alakul ki GL és Dexter között. És Dexternek ismert a pozíciója, és ott az Jézusom. Egy kap! Mekkora ez a klács már megint! Jézusom, az mi? Azt a mindenit! És csak egy küld egy ilyen puszit. Meg egy újrázást. Azt mondjuk. Hát, na. Hát, ez semmi volt érted ez. 22 HP-val. Kidázta a kis ujjából. De ugye, én azt már alapból nem értem, hogy miért akartott annyira ugrándozni Dexter, majd utána miért akarta ennyire rátolni. Hiszen, jó mondjuk még idő volt, mert egy perc voltam az órám most így visszanézve. De teljesen felesleges, 3-1-4-et adtak ott a GL-nek gyakorlatilag. Már megint. Jó, hát Dexternek valószínűleg azért kell kitolnia, hogy ne tudjon állni, mert ha meg átmegy B-re, akkor újha. Hát de ott voltak a jungle-osok, és azok tudják tartani cross-t. Tehát kettő ember van jungle. Ja, hogy még akkor igen. Na de így egy V1-ben már azért ki kellett tolnia, hogy ott próbálja meg lerendezni, és ne pedig mondjuk egy B-plant hát után. Hát igen, ott bekapta az infót, hogy lobos szóval. Nörc. Emberelőny, sőt dupla is, na. Most akkor igen, ellép a Navi, illetve megszerzi a vezetést, abban a pillanatban valamit talál. És nézd meg,
Aha, Jail ott folytatja a labajta, de hát megvan róla az információ. Ezt azért most már nem kéne, és nem is. Na, hát akkor... Hát ennyi volt egy AK, hogy ezt fölvették, vagy ezt ki mentették? Nem, nem mentették. Most előtt nem, akkor az egy Echo volt. Ezt előtték, azt az autót. Hát, vagy ilyen kisebb upgrade. Úgyhogy ez most fájó lehet a Navinak több szempontból is. Hát is időkérés azonnal. Na ez az agresszió most jó volt. Én pont erről beszéltem. Tehát oké, jönnek az agresszió, de folyamatosan középen. Ugyanezeket az agresszió módokat meg lehetne csinálni. Rampa fele egy jó rampa foglalással, palasz fele akár egy jó Dexter peak-kel, akár B-házba elvenni egy peak-kel az egész kontrollt B-házról, és onnantól kezdve lehet a tömbletet gyakorlatilag a másik rakóra küldeni. Igen, ugye minden nagy a terület, tehát hogy ott mondjuk feltolni, akár flash-ekkel, akár, tehát ott sok utility is feltolni menjen, és... fel lehet, de azt meg nem tudod amúgy sem megtartani a kör végéig, de... Egy palászt vagy egy rampát viszont ilyen értelemben mondjuk két emberre, ha mindenképpen agrózni akarnak, nem valóban egyszerűbb. Hát nem véletlenül mondjuk nyilván nem is nagyobb mennek arra, max egy lurköt elhagynak palász irányába, bár mondjuk most na, mondom én, van egy palász játékosunk, és három rampa, vagy hát kettő egyelőre. És Underban pedig, Under, ha jól látom, ott fog érkezni majd imázni. Igen, Underba jönni fog majd egy ember. Majd Connie Wolf. Ez egy sima áfüstös, egy Under lurke. Nem tudom, hogy túl lesz a Navi. Hibázik. Dexter, és hibázik Sus. És Nerds is. Imént pedig megérkezik a lurkből, ott tartja a rotát ennek a körnek. Szép. Itt a vége, és próbálhatta szévelni a hírai, de az sem fog összejönni. Jó, mondjuk, de nem, azt nézem igazából, de nincsen dev kit sem, tehát max igen itt még, de nem fognak, már nem adják meg nyilván a lehetőséget a navisok, hogy itt még pészeljenek velük, úgyhogy megint átveszi majd a vezetést a navi csapata. Azt nézem, túl, hogy ami még hát azt nézem, igazából tudnak majd, tudnak venni is, dobni is. Nem, igazából mindenki tud venni is magának. Jövőben tudnak venni. Hát talán nőrösznek dobnak akár majd. Akár kettőt is tud dobni, tehát hogy igazából még marad is pénz a híreiknál. Ez még fontosabb. Dexter ott bőven tud kettőt is dobni, jól láttam, igen, kettőt is dobni, akár még két, olyan négyet is, ha arra van szükség, hiszen láttam azért a híreik inkább azt kedveli. Többieknél meg így megmaradhat a pénz, egy embernek kell még majd investálni vásárlásra, de szerintem van elegendő pénz. Sőt, ha nagyon szeretne egyébként a híraik, akkor akár még a dupla WP-re is rányúlhat. Dust2-n előszeretettel használták ezt, de egyébként ezen a pályán szerintem a híraiknál nincs egy kifejezetten olyan jó WP-s, hogy ezt megérje bevállalni. Hát az nagyon-nagyon sok pénz. Megint középagresszió, és szinte megint látta. Megint látta a Lexi, és megint entrizik a Navi. Hát én ezt már nem kommentálom. Jó. Hát így lehet. Így el lehet veszíteni egy mérkőzést, mert mint hogy nem ezen fog nyilván múlni, csak most meg abszolút nem pártatlanul mondom, tehát nem szurkolok egyik csapatnak sem, de nem tudom, de ezek... Oh. Legalább akkor egy flash dobott volna ki az úriem. Na mindegy, jó. Hogy tesznek volt ezt, még én is tanultam oda. Mindenki tud oda a flash dobni, és ketten ott vannak nagyon közel, abban valószínű vakultak van. Jó, még lehet, hogy valaki nem, dodzsolja az egyik. De egy kill akkor is meg lehetett volna, így, hogy csak... Na mindegy. Fixen szépít. Nem ki fogják túrni. Ennyi. Hát ezt... Most erre mit magyar az ember, Liton? Ez most tényleg sok. Én alapból szeretem az agresszív stílust. De nagyon-nagyon sok benne. Egyrészt a rizikófaktor, másrészt... Amikor látod, hogy egyszer, kétszer, harmadszor, negyedszer, igen. És ötödjére se jön össze, akkor miért csinálják meg ugyanezt? Vagyis hát, hogy ugyanott. Tehát, hogy lehet agresszív, csak akkor rájöttek arra, hogy háromban háromszor nem jött össze minden, egy emberrel, két emberrel se. És itt meg csak ki, jaj, na mindegy. Akkor lehet, ha nagyon ez van a játékukban, én elhiszem, akkor legyen palász. B-t próbálja meg valaki, leúrik valaki underbe, hogyha esetleg olyan a pozíciója, hogy jó timinggal ki tud ugrani. Végtolja esetleg Undert. De mind alapból, az nem, mind nem. Alapból, ha ránézel egyébként a játékosokra, akkor érthető ez a stílus, amit akarnak játszani, csak tényleg azt nem értem, hogy miért ott próbálják körről-körre megcsinálni azt,
ami már nem csak ezen a pályán, hanem az előző pályán sem működött. Tehát ott is ugyanúgy a dupla ajtót, a közepet próbálták, nem is tudom, háromszor vagy négyszer feltolni, minden egy kb. El is bukták, és most is ugyanezt csinálják. És nézd meg, megint az lett volna az elképzelés, csak Nörcen nem sikerült kiugrani, és ezért inkább dodzsolta, és elvesztette HP-n nagy részét. Végre Dexter el lett küldve B-re, egyébként talán B is lehet majd a kör végkimenetele, ebből még akár jól is jöhet ki majd a hírei. Hát igen, csak közepet kéne valahogy, vagy hát, de meg kéne, vagy egyre kéne reagálni, ugye ki van Koni is füstölve. Mi van, hogy mondjuk gepesnek tűnik, aha. Nem tudnak majd crossolni röviden. Nem. Én inkább majd az lesz a cél, hogy a topkötőt elfoglalják, és majd utána esetleg vagy jön egy topkötő füst, és akkor majd első hullámból jöhet. Igen, ez a másik forgatókönyv, ami ugye ez az egyszerűbb forgatókönyv, csak az én elképzelésem alapján még több pozícióval tudott volna dolgozni a Navi. Ez sem rossz egyébként, mert nagyon sok utility-t kidobáltattak már a híreikkal. Ára jön majd az execute. A rossz hír a Navi számára az... Jaj! Nem, semmi. Én azt hittem, hogy bit egyébként itt rampán lesz, de panaszba jött. Így nem lesz a Navi számára rossz hír, cserébe a híreiknak már annál inkább. Azt még mondjuk jól csinálták, hogy nem forogtak meg egyáltalán, nézd meg, tehát kitartottak B meg A-side mellett is. Jussnak nem biztos, hogy kellett volna azzal, már az MP9-el igen kell, hogy kicsit agresszívabban játszani, hiszen a közelharcokat kereste. Dexternél van egy kill, de hát megint 2v4 dupla ember, az úgy, mint a korábbi körökben. És akkor, megint mentünk, igen. Ahogy mentenek ők, nem mi? Hát mi biztos, én még maradok, nem, én még nem mentem. Hát. És akkor lassan vissza is szívhatunk itt mindent, ami a motiváció hiány, a fáradtság, a... Nem tudom. Én speciál egyébként az, hogy motiváció hiány, az nekem nem is jutott eszembe, és nem is gondoltam ebből bele, már csak azért is, mert oké, Naviról beszélünk, meg az elmúlt időszakban rengeteg eventet behúztak, de így is kapták hideget, meleget, és ők is elmondták, hogy még nincs vége a szezonnak, a rendszerben be kell húzni egyrészt, ez egy óriási cél és egy óriási lehetőség, másrészt pedig attól függetlenül, hogy a Navi papíron már közel van tényleg ahhoz, hogy megint visszatérjen az a Navi éra, ami régen volt, még elektronikékkal, bumicsékkal, stb. Attól még nincsenek messze, egyrészt azt is el szeretnék érni, és igazából csak tényleg az van szerintem, hogy túl sok az event, és itt viszont 2025-re nagyon kíváncsi leszek, hogy hány eventet fognak skippelni majd a csapatok, és hány olyan csapat lesz az, aki mondjuk, nem tudom, egy diót, egy valamilyen messzebbi eventet mondjuk kihagy. Speckó például a Pro League ezért kerülhet majd el Máltáról, ugye, mert az egy eléggé távoli terület. Hát nem esik ki, csak hogy távol van, és így meg lehet, hogy ha érted, behozzak mondjuk Berlinbe, vagy valahova Németországba, vagy valahova vagy Európa közepére, érted, akár, akkor ugye sokkal egyszerűbb lesz azt a térképre felrakni, úgymond a csapatoknak. Hát azért ezt adnám, hogyha itt lenne mondjuk egy teltházas, hát vagy... Star Ladder. Igen. Lesz egyébként, az már be lett jelentve ugye. 2025-ben lesz Star Ladder event Magyarországon. Nőrsz közben nem számít már arra, hogy bent van amúgy ablakban. JL, és hát 4-7 ugye utolsó kör. Aminek megvan a 8. és... Hát utána nagyon attól tartok, hogy még a CT-t is be tudják húzni, hiszen eddig ugye a CT-t azt mindig ők, a fordulás követően mindig ők nyerték a pisztolykört. Akkor viszont ott nagyon könnyen be is fejezhetik a meccset. Mi? Nem! És most jönnek a misszek a CT a heroik oldaláról is. Most visszaadja egy kicsit a játék azt, ami... Igen, hát az... és még a timing is visszaadja azt a játék, amit talán Ancienten, illetve egy kicsit egy ideig, óráig Dust 2-n is elvett a Navitól. Ebben a körben az összes meg lesz a nyolcadik. Gyert. Meg lesz a nyolcadik kör, igen. És ez viszont azt jelenti, hogy itt a pisztolykör nem lesz meg a hidőiknak, akkor lehet, hogy gyorsan zárjuk le ezt a Decideronkot, és hamarabb, vagy hát nem hamarabb, de jöhet majd a heroic pauz, viszont előtte lesz még egy második fél időnk, ami egy kis pihenés után jön majd, addig is nem értek messzire.
8-4, ismerős a félidő. Őket ezúttal nem a Heroic számára, hanem a Navi. Egy hatalmasra fordult a világ, hiszen én sem tudom, hogy 8-4 volt a Heroicnak, aztán Dust 2-n 9-3 szintén a Heroicnak, és most itt Mirázson, amiről tudtuk, hogy amúgy a Navinak egy nagyon jó pályája. Most már a Navi kerekedett felül, és tegyük hozzá egy jó játékkal, és a Heroic nem találta igazából a fogást a Navi játékosain, és hogyha a Navinak meg lesz most ez a pisztolykör, és még plantik se jutnak el Dexterék, akkor ahogy a Liton is mondta, meg lehet a Navinál a tizedik, és akkor 10-4-6 körös különbséggel, 3 körre attól, hogy megfordítsák ezt a BO1-et 0-1-ről, hát az komoly lenne. De nagyon közel állnak hozzá most a Navisok, nézzük, hogy tesz a szék T oldalon, be tudják-e húzni ezt a pisztolyost. Imé az első kontaktoló személyesen is kapott, hogy nem is ő, hanem British Wonderful! Dara. Már 3-nál jár a Navi, és Imé is ott van moziból végül. Dexter egyedül, aki bent van ugyan árakon, de nincs nála bomba, hiszen az kötő alján elbukva. És Bit az, aki végül meghal még tőle, de Imétől ott a tréd. A Navi pedig bebiztosítja a vezetését. Hát... plant? Milyen plant? Tehát az... De nem, hogy messze álltak, hát konkrétan nem is tudom, a bomba az hol volt. Valahol az Amander, hogy mit környékén. Kötő lett. Kötő. Plantól. Nagyon messze volt. Jó messze állt. Úgyhogy potenciálisan a tizedik kör is meg lesz a Navinál, vagy meg lehet, hiszen ők tudtak vásárolni, nem is akármilyen vásárlás. Ugye 3 darab M4. 2 MP9, kevesebb utility, de hát igazából tudják ezt, hogy Kixenék nem fognak vásárolni. Megpróbálják majd itt... Szárazom, még egy flash se fog érkezni. Lehet, hogy az igen, mert ugye, hogyha valakinek ott van a kezében, akkor azt nem mutatja. Nincs senkinél? Nem lesz. Hát megpróbálnak... Csak elszürköd. Ja, tényleg. Jó, csak egy tag, lett JL. Besegít! Ime JL! És akkor Wonderful pedig befejezi. 10-4. Hát ez nagyon kemény, és mondanom sem kell, hogyha... Hát az idősebb korosztály is már... tiszteletét tette itt a mérkőzésen. És amúgy jó látni, nem csak azt, hogy itt most mindenki világít a telefonjával, hanem hogy már a felső karélyok is szépen kezdenek megtenni, sőt már lassan azok is megtehetek, úgyhogy... Aki tud maradni a Navi? Mouse Fury a mérkőzésre, mindenképpen tegye meg, akár torzsi miatt is, akár egy jó meccs miatt, vagy akár a hangulat miatt, mert hát valószínűleg tehetsz fogja várni ott a brazil csapatot, és hát ugye a brazil csapatot vagy a Mouse ki fogja várni, az most egyelőre úgy néz ki, hogy a Navi lesz majd a döntőben. Persze szeretné arról tenni, hogy ez ne így legyen, és hogy megkezdje a Heroic is a comeback-et. Alexi B amúgy nagyon lovos. B-szájton, úgyhogy neki el kell menekülni, de hát van csapattársa, aki segít Wonderful személyében. De dupla ember előny közben tesz a széknél. Oh, és most be lehet ebből 3 is, ha Dexter nem hibázná el a lövést. De Wonderful trédel, tesz ezt, de viszont ott van Alexibra a fej. Bár oda-vissza megkapta azt egyébként a Dán is. Wonderful pedig el tudja kapni, és tréd egyelőre nincs! Wonderful 2! Ott lehet a harmadik, de azt már Kixen nem engedi. Lekerül a bomba, Bit 1v2-ben, ezt meg fogja próbálni, hiszen még nincs olyan közelben a Heroic, hogy probléma legyen, ha elbukják a kört, viszont minél több fegyvert veszel a Heroic-tól. Bit, annál jobb az a Navinak is, a Heroicnek természetesen annál rosszabb, de a kört viszont a Heroic nyerte, és akkor kérdés, hogy mennyi pénze lesz most a Navinak. Kiderül. Hát nem kell. Nem, miért? Hát 10-5-ben 0-1-ről megfordítva a mérkőzést. Jól megy igazából szinte. Hát sőt mindenkinek. JL fölül. Aha! Jó. Kettő fej az USP-ből így. Az... Nem voltam úgy rossz, de a nyitó kill az ennek lenni a Dexter neve mellett volt meg. De nézd meg, 41 és 22 HP-n vannak. Sused is hullik. Dexter pedig duplázik, sőt Tessessz jön. Hát így igen, így azért kijön a fegyverek közti különbség, és 1v3 marad, úgyhogy meg lehet a hatodik is a Heroicnál. Nem adják föl, ahogyan nem adta föl a Navi sem. Lesz most egy Heroic comeback, mint a D2-n láthattuk a Navitól? Hát
figyelj, én azt mondom, vagyok rá. Én ennyivel itt le is zártam szerintem ezt a mondandót. Imé természetesen bele fog menni itt még az utolsó pillanatokban, hát ha el tud venni egy fegyvert, de nem fog tudni, hiszen nőtt, letartja és kivégzi ellenfelét. 10-6 jöhet a Navitól a fegyveres vásárlás. Ettől függetlenül investálással tekintetre igazából tökéletesen jött ki ebből a Navi, hiszen talán egyetlen egy Desi volt GL kezébe, azon kívül mindenki meg USP-köbe, és elvettek 2 fegyvert. Wonderfulnál ott a VP, Alexi egy MP9-en, ami B-re tökéletes. Oldalon pedig a szokásos fegyverzet. Kisebb under control megvan a Navinak. Ezt kellett volna talán inkább csinálni Nerdsnek is a CT oldalon, és akkor lehet, hogy nem 10-6-ról kéne most kámbe kelni. Hát igen. Ez a hangulat. Nagyon. Most már legalább ugye van szurkolás is, tehát nem csak ezt a recsegést hallom, amit ezek a fölfújt hurkák eredményeznek, úgyhogy most már legalább hangzavar is van, mint valamilyen foci meccsen, mondjuk még itt a hangosban mondom, hogy folyamatosan egy női hang, vagy nem tudom, instrukciókat, tehát az talán egy picit zavaró, mondjuk azért nem megszokott a nagyobb eseményeken. Ha végig azt mondanák, hogy valaki Pistike keresi a szüleit, és a bejáratnál megtalálják. Na. Lehet, hogy keresi. Lehet, hogy keresik, de akkor már nagyon régóta, mert folyamatosan beszél a hangosban mondom a hölgy. Úgyhogy akkor valaki menjen millióért. Na, 5v5 még mindig, és eltelt már több mint egy perc. Na, van de full. Ez is vissza, mint egy perc. Alexi még itt van, és ezt tudnia kell a híreinek, hogy legalább Alexi itt van, és tudta is, sus, de nem tudja lelőni, és most már GL is megérkezett, nagyon nehéz lesz ez a side betámadás Alexi-től, még egy GL-től pedig nyílt pontos a fejes, Nörc érkezne rövidről, de 1v3-ban találja magát, és hogyha itt MVP-re utazik, akkor ezt a kört meg kéne valahogy nyerni, egy személyben a híreik számára, de nem lesz egyszerű dolga, tökéletes a játék a Navitól, 11-6. Azért most a többször mutogatják a nézőteret, itt már lassan hullámzása is alkalmas lesz a közönségnek a mennyisége. Igen, hát de, és ez nem is volt ráadásul egy ilyen... Igen, pík, ezt most nem tudom, igen, itt keresztik csak, hogy az hogy lehetett, nem lehetett hit. És még azt hiszem hit se volt, talán. Wonderfultól, de hát javította a csapattársa, illetve a csapat. Hát, és a Heroic kikéri az utolsó idejét. Hát igazából ki kell, hiszen, 3 AK és 2 pisztoly, 2 tagline. Hát ez tulajdonképpen akkor a végét is jelentheti a mérkőzésnek, a Heroicnak is, mert hogyha ezt a kört bukják, nullára vették most magukat, 12-6 és akkor onnantól kezdve. Hát van egy nagy... Szóval ugye brazil nagyon vallásos nemzet, ez a brazil nemzet, akkor már imádkozni kell majd a híróiknak, de szerintem már ami most is így meg pláne. Nörcöl, ezek a gyors bíkek amúgy jól néznek ki, de nagyon sokszor belefázik ilyen entrikbe, mert erre föl van készülve a Navi, és ez látható, mind a két rakón bármikor is próbált, akár középen, akár bén, akár án, igazából ezek a drive bíkek nem működnek. Hát és meg kell találni, hogy megtalálják a VP-st. Tehát, hogy pont oda akarnak, ahol uff, és most Wonderful nem misszel. A második az nem jön össze, lehet 5v2, 1 és 0. Tehát tudják, hogy Dexter ott van rámpán. Hát nem tesz vége, és fogom, hogy Wonderful fogja ellőni, nem? Dexter még magával visz egyet, de mérkőzés, illetve pályaponta van ezen a Navi. Itt talán írták is chaten, hogy visszajöttek egy nagyon, hát talán pontosan idézni nem fogom, nem is, lehet, nem is akarom. Nem tudom, milyen szavakat használtak, jó, azért nem volt annyira csúnya, de hogy egy ilyen, mondjuk az egy nehéz szülés után meglett az 1-1, és utána meg a Navi kevés nullázni fogja. Talán 13-3-at írtak be szám szerint, vagy lehet, hogy nem vagy közel annyit, kicsit nagyobbat, de hát igazából ez 13-6 lesz, az egy nagy arányú különbségnek tekinthető, főleg azok után, hogy a híróiknak
Hát meg volt a lehetőség ugye D2-n is bezárni a mapot is. Nem is egyszer, nem is kétszer. Igen, a mérkőzést is. Úgyhogy... ha valaki, akkor ezt a hírói pokolhatja most csak saját magát emiatt, hogy búcsúznak. Hangsúlyoznám, hogy 9-3 volt az kettőn a Heroic számára. Igen, a félidő is 16-14 befejeződött be a Navi javára. És öttől egyébként láthatóan nagyon durran játszottak, szerintem elfogyott ez a Heroic. Elfogyott ez a Heroic, és tesz azt még trédeni mélyre, de előtte ketten is meghaltak, Dexter is behúz egyet, de mint hiába! A Navi tehát az első csapat, aki a nagy döntőbe jut! Itt az IEM Rio 2024-es állomásán. És a kérdés, hogy ki ellen fog játszani ez a Navi, hiszen a Furia és a Mouse mérkőzése még csak ezután érkezik, tehát maradjatok velük. Szerintem még nem köszönünk el. Nem. Jó, azt hittem, maradjatok velünk, és akkor én így vártam, hogy most akkor mi lesz, a Pita fülünkre szól le, csak nagyon lezárósnak tűnt, azért időnk még van, hiszen ugye már 8 órakor, illetve 4-9-kor nem fog elkezdődni a mérkőzés, ugye arra volt kiírva, mert Pit zseniális, én nem tudom, Pit azt jelölöm majd az év rendezője címre, ez egyszerűen mindent is. Tehát mondok egy pár mondat közben már mondja, hogy 53-kor kezdődik a majd a következő mérkőzés, ugye a másik elődöntő. A felvezető műsor az 38-kor fog érkezni, úgyhogy még azért van egy ilyen fél órátok, de hát még egy pár szót azért említsünk erről, sőt lehet, hogy lesz interjú is, sőt, ha minden, igen, Banks ott van már, úgyhogy akkor egy kicsit elhallgatunk, és akkor utána még Litonnal elemzünk. Quite the atmosphere for your sixth grand final in a row, but damn, Alexi, you were tested in this one. Bit of relief? Yeah, I mean, they really put up a good fight. I know Dust 2, it was 9-3 going into the T side. But as soon as we won that pistol, that one pistol we really needed, there always was hope. And yeah, we just, after winning Dust 2, I knew it's over. Is that what it was about, getting that pistol finally and then saying, okay, now we can do this? Yeah, I mean, we lost the previous three. And, you know, if you lose that pistol, I think it's gonna be really tough. For Ancient, it's your pick. We keep seeing you try it out again and again. Why was it able to slip away from you guys the way it did? I think it's a slow start to the half. We had the slow start yesterday as well. If we don't have this kind of start, I think we can pull off more T rounds. But it was a bit slow. And on CT side, we're making a comeback. We had good reads, but in the end, they just outplayed us. So, what can you do? Where did you find the energy going into Mirage? Because it looked like a different Na'Vi. Yeah, I mean, that's for sure. Lost another pistol again. Lost the Antiforce. We started 0-3. Ended up taking 8 rounds. I just knew that my boys were there. We communicated. We played on the flow. It was really nice CS. And the fact you've made it 6 grand finals in a row, you've done it once again in this crowd that was once again a bit against you for sure. How much do you want another trophy? I want it a lot, and I want to play against Furia on the final. It would be so nice. It would be so nice. Your first team through to the grand final. It's Na'Vi! Hát hallhattuk tehát itt Alexinek a szavait, és láthatjuk az aláírását is. Hát megérdemelte, én azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten jut be itt a nagy döntőbe, ismét a Navi. Hoppá, nem is tudtam, hogy ilyen... Visszafele írják rá. Igen, ezt egyébként ma már, nem ma, de lehet ma, Twitteren láttam egyszer, mert volt egy ilyen statiszta úriember, aki szokott ilyen statisztikákat kirakni, és pont kirakta, hogy mind a három finn érintett, ugye ott van a döntőbe. Már nem is tudom, ugye egyik a szó volt, a másik volt ugye... Alexib és Frey Kim, ki volt a harmadik? Most írta, nem ugrik be. Ja, igen, Impact, igen, igazad van. És akkor igazából ezt én is akkor láttam először, aztán én nem is tudtam, hogy egyébként ez a Bece neve Alexibnek. Visszatérve egyébként a mérkőzésre, én azt gondolom, hogy megérdemelten nyerte meg teljes mértékben a Navi, hiszen bár azt meg kell vallani, hogy itt igazából rengeteget troll volt ettől függetlenül a Heroic, hiszen a második mapon le kellett volna zárni, az első mapon megérdemelten húzták be egyébként azt a győzelmet.
ettől függetlenül összességében én Dust2-n abszolút azt éreztem, hogy jobban megérdemelte a Navi ezt a sikert. Már csak azért is, hogy tényleg a semmiből tértek vissza, és megérdemelt játékkal, tehát nem úgy nyerték a köröket, hogy szerencsével. Volt néhány timingos kör, ahol mondjuk pont akkor scoopolt ki Dexter, és ez fontos ki lett volna, vagy pont akkor ugrott el az egyik játékos, de ezek benne vannak a játékban, benne vannak az életben, ennek így kell, hogy lennie. A kérdés tehát már csak az, hogy ki lesz a második döntős, hiszen itt még vár ránk egy elődöntő, vagy hát ránk biztos. Azt mondod, hogy Mauz? Hát én bízom benne, de szoros mérkőzés lesz amúgy, mint ahogyan ez a meccs is. És hát ez amúgy egy elődöntő, ez méltó volt. Sajnálom kicsit a Heroicot, mert valóban, ha ez a játék stílusuk, akkor lehet, hogy készülniük kell olyanra is. Tehát értem én, hogyha alapból ez van a játékosokban, készülni kell, mint akár más sportágokban, akár egy már labdarúgásról beszéltem itt, így gondolat erejéig itt a mérkőzés során, hogy kell tudni néha alkalmazkodni a másik csapathoz is, és hogyha D2-n, vagy akár itt Mirázson nem lett volna egy-két olyan kör, amit ilyen nagyon agresszíven, ugye itt Mirázson minden, nem tudom, 3-4 körbe is feltolták egy vagy két játékos, nem jött össze, D2-n is láthatunk ilyet, akkor már eleve D2 meg lett volna, és most nem ülnénk itt. Mármint, hogy itt ültünk volna, csak mondjuk egy órával korábban beszélgettünk volna, és elemeztük volna a meccset kb. De ez nem volna a Navi érdeméből semmit, mert kihasználta a Heroic hibáit, és ott megérdemelte, jutottam ugye a döntőbe. És mondjuk azt, hogy a papírformát hozta, de számolni kell a Heroic-kal szerintem még az év hátralevő részében is, illetve hát, hogyha így tudják ezt folytatni, akkor a következő szezonban is. És hát láthatjuk közben már a timert amúgy, a Fury, a Mouse felvezetője 25 perc múlva fog érkezni, vagy szűk 25 perc múlva, az még odébb van, tudunk pihenni mi is. Ja, tehát mi tudunk amúgy is, mert nem állunk zsákban, most nem mi leszünk, minket váltani fog Rehab, illetve Shane, hogyha jól emlékszem, vagy jól tudom, már pedig jól tudom. És hát egy Mouse Fury, aki tud, az maradjon, mert szerintem hatalmas nagy durrogtatás lesz, vagy hát a hangulat az mindenképpen nagy. Liton, mit tippelsz még így egy utolsó záró gondolatot, mit vársz a Mouse mérkőzéstől? Én megmondom az őszintét, természetesen szurkolni fogok Mouse-nak és Torzsinak, de így, hogy a Fury-át láttam már egyébként ezen az eventen többször is játszani, és hazai közönség előtt játszanak, és azt tudjuk már, hogy milyen az, amikor egy brazil csapat egy nagy színpadon egy brazil közönség előtt játszik, azért az nagyon durva, és ezt minden játékos elmondta a Major után, ugye ezt nem feledjük el. Én azt gondolom, hogy itt most lesz akkora löket ebben a Fury-ában, már csak az, hogy hosszú idők után itt lesz nagy színpadon, és már csak az, hogy mögöttük ennyi szurkoló van, mert azt azért láttad, hogy mennyien vannak, és még így oda sem ért szerintem mindenki. Én simán bemerem vállalni azt, hogy ez egy teltházas mérkőzés lesz. Szerintem, megmondom az őszintet, hogy 2-1-re, de a Fury ezt be fogja húzni. Szeretném, hogy ne így legyen, mert szeretnék akár kettő érdekeltségű úriembert látni a döntőbe, hiszen ugye Flash a Navi oldalán, illetve Torzsi természetesen a Mouse AVP-seként ott lehet a nagy döntőben, de én azt gondolom, hogy itt azért van elég nagy előnye a Fury-ának a hazai pályának köszönhetően. Meglátjuk majd. Én is 2-1-re számítok, de nekem a szívem egy kicsit inkább a felé húz a döntésem, és azt mondom, hogy akkor inkább legyen Mouse. Érzem is amúgy bennük, hiszen felfele ívelő, tehát amilyen rosszul indult amúgy, hát ugye az EPL-lel kezdődött már, előtte is azért voltak bukdásolások, de ott még az eredmények jöttek. A Pro League-en ugye nem nagyon jött össze, és itt is azért ugye egy Pain elleni, hát ki nem emlékezni még Torzsinak az utolsó D2-s 2v1-es, illetve 1v2-es szituációjára. Utána azért jött egy kisebb hullámvölgy, és aztán így nagyon megindultak, úgyhogy hát ha most jön majd a csúcspont, akkor szorosan, de én azt gondolom, hogy akkor meg tudják verni a Fury-et. Ez körülbelül 20 perc múlva, nem pont 20 perc múlva, akkor csak a felvezető kezdődik, ugye 50, mikorra 53-ra, vagy 7-re, vagy ma vagy így volt, van kiírva a mérkőzés, 53-ra, úgyhogy aki teheti, az majd jöjjön vissza, és szurkoljon Torzsének, vagy akár a Fury-ának. Úgyhogy szeretném megköszönni Litonnak a közreműködést, a közös kasztot, Pete-nek még további jó munkát kívánunk, további ugyanilyen munkát, mert nagyon ez zseniális volt, úgyhogy le a kalap a moderátorainknak is, és hát nektek is a kedves nézőknek, hogy itt voltatok, ha tehetitek, akkor maradjatok még, és további szép estét! Sziasztok!